Egy társkereső oldalon a neten ismerkedett meg a vádlott pécsi férfi azzal a nővel, akinek már az első találkozáskor közös jövőt ígért, mikor elutazott hozzá. Az oroszlányi nőnek azt mondta, kertesházban él, a Baranyai megyeszékhelyen, független, állandó jövedelemmel rendelkezik. Költözön hozzá, legyenek élettársak. A vádlott megígérte azt is a nőnek, hogy a költözködéshez szükséges fuvart azt meg fogja szervezni, ehhez azonban szüksége van a nőnek a bankkártyájára és az ahhoz tartozó PIN-kódra is. A nő megbízott a férfiban és bízott a közös jövőben, ezért a bankkártyát a PIN-kóddal együtt átadta a vádlottnak, aki még ezen a napon több mint 100 000 forintot levett a bankkártyához tartozó bankszámláról. A vádlott jogtalan haszonszerzés érdekében tévedésbe ejtette ezt a nőt. Ugyanis állításával szemben házasságban élt, jövedelemmel, állandó munkahelyjel, saját tulajdonú ingatlannal nem rendelkezett. Nem tervezett a sértettel közös jövőt. Célja kizárólag az volt, hogy hozzájusson a bankkártyához és megszerezze a rajta lévő pénzt. A férfi beismerő vallomást tett, az ügyészség javaslattal él az ügyben. A pécsi járásbíróság büntetővégzés alkalmazásával felfüggesztett fogházbüntetést szabjon ki a csalást elkövető férfival szemben. 2 év adható ezért a csalásért a törvény szerint. Az ügyészi javaslat elfogadásával tárgyalás nélkül zárulna az ügy a felfüggesztett börtönbüntetéssel. Egyébként a sértett nő 58 éves, a csaló férfi pedig 53. Így a korkülönbség nem, csak a hiszékenység játszott szerepet abban, hogy a nő átadta bankkártyáját és PIN-kódját az első személyes találkozáskor.